A tavalyi UEFA Youth League után akadémiánk idén sem marad nemzetközi izgalmak nélkül, hiszen U15-ös csapatunk kijutott a Nike Premier Kupa kontinentális döntőjére. Hány tényező szerinted ez a siker? A Nike Kupa az mindig az U15-ös korosztálynak egy kiemelt tornája. Ezzel kapcsolatosan kellő tapasztalattal rendelkezem én is, hiszen az előző egyesületemnél is, ahol dolgoztam, illetve most itt a Puskás Akadémián is több alkalommal vehettem részt országos döntőben is, amit megnyertünk, illetve az európai döntőben is. Ami a Nike Kupának az egyik jellegzetessége az az, hogy mivel a mérkőzések olyan rövidek percszámban, ezért ugye mindig magas intenzitású mérkőzéseket lehet látni, viszont ebből a szempontból senki nem mehet biztosra, egyik csapat sem, tehát nincs igazából olyan, hogy favorit. Úgyhogy biztos, hogy nagy-nagy mezőny fog összeérni az európai szinten is, és ami fontos, hogy jó tapasztalatokat lehet szerezni. Tehát az, hogy most hányadik helyen fog végezni a csapat, azt nyilván nem lehet így előre megmondani, de az, hogy szakmailag ez biztos, hogy segíti majd akár a játékosokat, akár az edzőket, az pedig biztos. És nyilván ez elég nagy falat lesz a fiúknak, hogy lehet mégis felkészülni rá ebben a szűk egy hónapban, ami adott még a kontinentális döntő előtt? Igazából nekünk nem kimondottan erre a Nike kupára kell felkészülnünk, hanem ez egy nevelési folyamatnak a része, ugyanúgy, mint egy bajnoki mérkőzés, vagy ugyanúgy, mint egy nemzetközi edzőmérkőzés, amiket le szoktunk kötni a játékosoknak, úgyhogy különösebben nem fogunk készülni mi erre a Nike kupára. Ami viszont valóban lehet mérvadó az ilyen tornákon, ahogy most ezt bebizonyították a fiúk nálunk is, az, hogy itt büntető rugásokkal viszont el lehet dönteni mérkőzéseket. Nagyon sok döntletlen mérkőzés alakul ki különben ezeken a rendezvényeken, itt a Nike kupán, és ilyenkor a 11-es, a büntető rugások, azok sorsdöntőek, hogy ki hogyan értékesíti őket, úgyhogy erre egy kicsit azért érzelmileg föl lehet készülni. Közrejátszott a mostani sikerben az is, hogy a fiúknak több nemzetközi felkészülési mérkőzése is volt a téli felkészülés alatt? Mindenképpen. Tehát az, hogy ugye egyik célja az, hogy nemzetközi mérkőzéseket kötünk le a játékosoknak, az pontosan az, hogy nem csak a pályán szerzett tapasztalataik, hanem ezekre a mérkőzésekről a felkészülésükben is egy kicsit érzelmileg már hangolódjanak. Ami fontos, hogy a nemzetközi mérkőzések alkalmával, amikor játszuk őket, az mindenképpen, hogy egy más kultúrával, egy más stílussal találkozhatnak. És esetlegesen, főleg úgy, hogyha mi megyünk idegenbe, akkor meg ugye egészen más nyomás alá kerülhetnek a játékosok, és ez nekik a tanulási folyamat részeként egy rendkívül hasznos dolog, úgyhogy ez biztos, hogy segít őket a Nike kupán majd Európában. Az U19-es korosztály meg ugye most azért küzd, hogy ismét kvalifikálja magát az UEFA Youth League-re. Most mennyire tartod ütőképesnek ezt a csapatot? Ott vagyunk, tehát a mérkőzések alapján, és ugye a nyert mérkőzések alapján ott vagyunk az élbolyba, tehát szeretnénk, ugye, hogyha kijuthatnánk az UEFA Youth League a körbe. Porondra majd meglátjuk a végén, hogy az hogy fog elsülni. Nyilván az, hogy a 98-97-es fiúk ugye együtt tudnak játszani, tapasztalat van a 97-esek részéről, tehát ők azért sokban segítenek abban, hogy a csapat így szerepel ezen a most jelen pillanatban a bajnokságban, de az, hogy a végén majd kikerül oda, azt majd eldönti a jövő, megteszünk mindent azért, hogy ugye sikeresek lehessünk.